A Szolnok szerezte a találkozó első pontját, azonban nem örülhettek sokáig, hiszen a Dunafer válasza azonnal érkezett. Már az első szett győzelemért nagy volt a harc. A csapatok 13-12-ig fejfej mellett haladtak. A Dunafer ekkor kezdett erősíteni és az első jelentősebb előnyére szert tenni. A hazaiak zárkózni nem tudtak, a szett 17-25-tel zárult. A tiszapartiak azonban nem adták fel, a folytatásban ismét szoros párharcot láthatott a közönség. A második szett eleje a mieinknek kedvezett, ami 7-4-ig tartott. A Dunafer ekkor ismét uralni kezdte a játékot, és a szett végére 23-25-tel tett pontot. A következő szettben a vendégek játéka meggyengült, ezt a mieink ki is használták. 15-12-nél sikerült zárkózniuk, azonban behozni a Szolnokot már nem tudták. A szettet a mieink 25-20-ra hozták. A negyediket a bizonyult a találkozó legizgalmasabb pontjának. A hazaiak kezdtek megint jobban, azonban helyzetüket ismét nem tudták megtartani. Viszont jelentős előnyt a Dunafer sem tudott kivívni magának. A küzdelem az utolsó pillanatig tartott, a szett végére 24-26-tal került pont. A találkozót a vendégek 3 szett győzelemmel vitték. Én nem kértem a fiúktól mások, hogy küzdjünk, hajtsunk. Nem láttam ezt a nagy törekvést igazából, és ez a problémám. Csak az, hogy nem megy a játék, az egy dolog. Az, hogy viszont nem teszünk meg mindent a győzelemért, az inkább jobban fáj. Ugye itt a második, harmadik, negyedik szedben ugye Tomonóci Tibi, a Dunajas edzője, ugye behozta a fiatalabbakat. Hát itt mindenképpen már azt vártam, hogy egy 3-2-re meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Sajnos azt kell látnom, hogy rendkívül hamar elfáradnak a fiataljaink is fejben, és hát máshogy kell majd edzenünk, sokkal többet kell koncentrálnunk az edzésen. Látom, nem csak a fizikai probléma, hanem inkább fejbeni problémák vannak, mert a végén is, ha nagyon oda üvöltök, akkor megcsinálja a dolgát, viszont képes elmenni és nem oda koncentrálni. Természetesen ezt nekünk figyelembe kell venni, ennek megfelelően kell majd edzenünk, és dolgozunk tovább. A Szolnoki Röplabda Klub gárdája a Pénzögyőr pénteken a Tiszaligetben fogadja.